Jól értem, hogy csalódott vagy amiatt, hogy nem muszáj világrekordot, egy Európa csúcsot úsztál. Igen, de elégedetlen vagyok magammal. Nagyon szerettem volna megúszni a világcsúcsot. Ez most nem sikerült, tehát egy fél másodperccel elmaradtam, de mondjuk azért nem kéne bánkódnom, de én azért egyenlőre elégedetlen vagyok. A lelkednek tett volna jót? Igen, így is jót tett a lelkemnek. Csak akkor elértem volna a legmagasabb szintre most jelen pillanatban, ahol el lehet érni. Így egy picit lejjebb maradtam, de hát egy hét múlva még lesz egy verseny, megpróbáljuk ott hát, ha összejön. Szerinted mi múlott? Mi hiányzott? Mi volt az a nüansznyi differencia? Nem tudom, nem láttam még a részidőket, talán az utolsó ötven nem volt olyan dinamikus, mint kellett volna. Meg azért így egyedül úszni azért nem olyan jó. Jó lett volna, legalább az elején valaki tudott mellettem menni. Még egy utolsó kérdésem, ha pontoznod kellene az Európa-bajnoki teljesítményen, hanyast adnál magadnak? Ötös a legjobb. Hát azt hiszem nagyon nem tudok mást adni, mint ötöst. Akármilyen magasra teszem a lécet. Nagyon jól sikerült ez az Európa-bajnokság. Ennél rosszabb versenyem tényleg ne legyen.